A kitüntető címet azon muzeális intézmények vehetik át, amelyek közösségi részvételi alapon működnek, vagy már letették a társadalmasítás alapjait, azaz bevonják munkájukba a helyi lakosságot, civil szervezeteket, egyéb partnereket. 2020-ban az 50. születésnapját ünneplő Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázatát siker koronázta. Október 9-én a Magyar Nemzeti Múzeumban vette át dr. Szabó Sarolta múzeumigazgató a megtisztelő legmagasabb szintű közösségi múzeumi elismerést. A Surtói Múzeumfalu tulajdonképpen igyekszik minden korosztályt a rendezvényeivel megszólítani, illetve a programjaival, és azokkal a múzeum pedagógiai foglalkozásokkal, amelyeket különböző korosztályok számára szerveznek. Most nyilván a pandémiás időszakban az iskolás korosztályokat, óvodás korosztályokat kevésbé tudjuk elérni csak az online térben. A pandémiás helyzetben nehéz esztendőt élt a Sóstói Skanzen, a jubileumi programterv több ponton csorbult. Elmaradt vagy csak részben jelentkezett a húsvét, pünkösd, majális, Szent Iváné, a Tirpák Fesztivál, akár a következő Mártonnap szokásos rendezvénye. A hagyományos elemeket most új eseménnyel egészítik ki az őszi időszakban. Élő porta keretében minden portán az adott témának megfelelően valamilyen kis interaktivitást tudunk mutatni az érdeklődők, a látogatók számára. A legközelebbi rendezvényünk október 17-én lesz a Pásztorok Világa a Sóstói Múzeumfaluban. Ez egy hagyományos rendezvény, de a múzeumfalu rendezvényei között ez egy új program elemnek számít. A pénteki ünnepségen a legjobbak között számoltak például a Hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély, a Ludwig Múzeum, az Ópusztaszeli Nemzeti Történelmi Emlékpark, vagy a Sátoraljaújhelyi Kazinci Múzeum és a Sóstói Múzeumfalu képviselőivel is.